Két nő és két férfi. Ők a szereplői a musical revűnek, amelynek központi témája a férfi és a nő, akik, ahogy Karinti megfogalmazta, soha nem fognak egyetérteni, mert mindkettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. Ezt a témát járja körbe a produkció jól ismert helyzetek sorozatával. Az első randevútól indul, majd szép lassan a szingli élet bukdácsolásain keresztül eljutunk a házasságig. Ezután a házas élet apró cseprő örömei, bosszúságai jelentik a következő korszakot. Megérjük azt a percet is, amikor kirepülnek a gyerekek, majd eljutunk az út végéhez. Ez egy musical revű, ami azt jelenti, hogy sok kis pörgős jelenet és rengeteg zene van benne. Élő zenekarunk van Tamás Attila vezetésével, és élőben énekel a négy színészünk, táncol, a saját tánckaruk is, iszonyatos hatalmasat dolgoznak benne, Gulyás Anna koreográfus, jó barátom, szerintem valami zseniális munkát végzett újra, és hát nagyon megdolgoztatja a színészeket, ami emellett külön öröm, hogy nagyon boldog és vidám próba folyamat volt. Tehát minden próbán nevetés és családias hangulat uralkodott, pedig mondom, hatalmasat dolgoznak benne. És gurulsz? Mit csinálunk? Hogy gurulsz-e? Hát, ha muszáj! Megint hazudtam. Egyszer gurulhatnánk együtt! A női szerepeket Nyomtató Enikő és Kosik Anita, a férfiakat pedig Horváth Viktor és Nagy Idai Gergő alakítják. Mindenki a saját nevét kapta vissza a darabban. Ez azt szolgálja, hogy könnyebb legyen egy kicsit a darabot vinni, mert eredetileg mindegyik szám, mindegyik dal egy-egy önálló jelenet, ami eredetileg mindig más-más karakterre, más-más párokra vannak írva. Úgyhogy ezért egy kerettörténetet kellett a dramaturgnak, a rendezőnek és a koreográfusnak kialakítani, külön megírni, hogy könnyebben tudja vezetni a nézőt. Az ünnepek közelettével, karácsonyi kedvezményekkel és négy előadásra szóló vidám bérlettel is várja a színházbarátokat a Megyeszékhely Teátruma.